Hőségriasztás van érvényben, mivel a napi középhőmérséklet meghaladhatja a 27 fokot. Lehetnek olyan területek az országban, ahol akár a 40 Celsius fokot is elérheti a forróság a legmelegebb órákban. A kánikulai hőség csütörtökestig, de akár péntekig is tarthat. A rendkívüli meleg megviselheti az egészséges szervezetet is. Balázs és vendége járja körül a témát. Így van, köszönjük szépen, kint már nagyon jó meleg van, itt a stúdióban viszont kellemes az idő, itt van velünk Pozsonyi Zoltán, a szemülvei Szedet Egyetem belgyógyászati és Hematológiai Klinikájának egyetemi docense, tiszteletem, doktor úr, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a nézőket is! Kezdjük akkor az elejéről, ez a nagy hőség mennyire viseli meg az emberi szervezetet? Abszolút megviseli, vannak országok, ahol így élnek és hozzászoknak, de ott a szervezet egy más működésre átbe hazánkban ez a rendkívüli forróság nagyon megviseli a szervezetet. A szervezetet úgy kell elképzelni, mintha lenne egy beépített légkondicionálója, ami alapvetően a verejtékezéssel működik. Tehát ha jön a nagy meleg, a verejtékezéssel és a pároloktatással tudjuk a hőt leadni. Ez az a mechanizmus, ami normálisan, ha működik, akkor nincsen nagyobb baj. Emellett emelkedik a pulzus szám, a légzés szám, kitágulnak a bőrerek, kipirosodunk. Azonban főleg idősebb embereknél, illetve hogyha a nagy páratartalom miatt a verejtékezés már nem hűti az embert, akkor egyéb tünetek léphetnek föl. Hányinger, hányás, fejfájás, tudatzavar, végső esetben pedig akár heveny veseelégtelenség, eszméletvesztés, sőt, akár halál is felléphet. Hát ezek fokozatosan alakulnak ki, ezek a tünetek, az enyhébb formáit napszúrásnak hívjuk a köznyelbe, és hőgutának vagy hősoknak ezt a súlyos formáját. Említett az idősebb embereket, nyilván vannak olyanok, akit, akiket a nagy kánikula vagy a nagy hőség jobban megvisel, akár például az idős embereket, vagy a krónikus betegeket, kik azok, akik ilyenkor fokozattabban ügyeljenek arra, hogy vigyázzanak magukra. Igen, hogyha csak az életkori adottságok, alapul, akkor elsősorban a nagyon fiatalok, csecsemők, kisgyermekek, illetve az idős betegek, akiknek ez a fajta belső légkondicionáló berendezésük nem működik jól, és akár a verejtékezés, akár egyéb mechanizmusok nem tök, működnek tökéletesen. Az idős betegek általában a szomjúságot sem érzik olyan súlyosnak, mint amennyi a vízhiányuk, és nagyon könnyen előfordul, hogy ők kiszáradnak. Az erejükben a folyadéktartalom lecsökken, és hajlamosak lesznek eszméletvesztésre, alacsony vérnyomás másra, ami szintén ennek a emelkedő testhőmérsékletnek a jele. Tehát ilyenkor én ugye nem sokat mentőztem, de medikus koromban emlékszem, sokat vonultunk ki ilyen kánikola időbe piacokra, ahol urak és úrhölgyek a sorban állva egymás után vesztették Rossz el az eszméletüket. De. Egyszerűen azért, mert a 11 órakor való piacra menésnél az alacsony vérnyomásra való hajlam kapcsán az álligállásba összeesnek. Mit tudunk csinálni, mit tudunk tenni annak érdekében? Nézzük akkor azt meg, hogy az életvitelszerű napi rutinunkat, hogy lássuk ele ebbe a nagy hőségbe, étel és fogyasztás például. Egyrészt az étel és itt fogyasztás már nagyon fontos, a másik azért mégis itt a siestára utalnék, hogy azért a mediterrán országokban ennek hagyománya van, és talán érdemes átvenni azt. Pont hogy a legmelegebb órákban Igen, főleg a strandra járóknál is megfontolandó, főleg kisgyermekekkel, hogy azt a déli időszakot azt ne a strandon töltsék, hanem esetleg a hűvösebb nyaralóba. A Ilyenkor az emberek étvágya lecsökken, kevesebbet eszünk, de azt viszont gyakrabban együk, és ami az italfogyasztásban talán nincs benne annyira a köztudatban, rendkívül fontos az italfogyasztás, de nem tiszta víz formájában, vagy nem csak. Hiszen mindenki tudja, hogy a verejték a sós ízű és ilyenkor a sót azt pótolni kell. Nagyon súlyos rendellenességeket okozhat az, hogyha a nátrium, tehát a sónak a szintje leesik a szervezetben, tehát ilyenkor izotóniás italokat, sós leveseket, sós ételeket érdemes fogyasztani, és az egyébként sókorlátozás mellett élő magas vérnyomásos betegeket is föloldjuk ezen időszakban a sókorlátozás alól, és kifejezetten kérjük, hogy sózzák az ételeiket. Gondolom, a meleg egy, étel ilyenkor mondjuk meleg pörköltet, meg meleg forró leves ne, egy, ne áll, persze, a nehéz ételeket kerüljük, könnyebb ételeket, és a hideg ital, így van. Beszéljünk egy picit arról, említett hogy itt a napon tartózkodás 11 és 15 óra között, azt halljuk mindig, azt olvassuk a médiából, hogy ne tartózkodjunk a napon ebben az időszakban. Ez így van. Mi a helyzet a strandolókkal? nagyon sokan ezt nem tartják azért, mert nyilván a Balatonon nehéz ennek ellenállni, hogy kimenjünk a napra. Mit javasol nekik? Én abszolút azt tudom javasolni, hogy ezt az időszakot vagy a házban, vagy a büfében az ernyők alatt, vagy a fákárnyékába árnyékába töltsék el, a folyadékfogyasztásnak pedig ki kell hangsúlyoznom, hogy semmiképpen nem része az alkoholfogyasztás, tehát itt olyan italokat kell fogyasztani, amelyek alkoholmentesek. A vízbe persze lehet menni, és lehetőség szerint kerülni kell a napon való tartózkodás. Nekem nagyon rossz személyes tapasztalataim is vannak, iskolából kizúdulnak a gyerekek, mindenféle táborba jutnak el, ez evezős és a biciklis táborok azok, ahol nagyon könnyen napszúrást kapnak a gyerekek, ugye még nincsenek lebarnulva, fehérbőrrel kimennek, és napszúrást és hőgutát kapnak az evezős táborokból, úgy kell őket elhozni a szülőknek a második, harmadik napon. És ugye nyilván kenjük is magunkat, ha napon vagyunk, már mondjuk három óra után is még azért, ugye? Vagy előtt. Így van. Tehát ez a kérdés ez két részből áll, Egyik a hosszú távú veszélye a bőrrákoknak, a másik pedig a rövid távú a leégésnek, és a hőgutának és a hősoknak a napszúrásnak. Ezekre mint háromra egyszerre kell figyelni. Mi van azokkal, akik a szabad téren dolgoznak? Például az útmunkások nem biztos, hogy megtehetik azt, ugye, hogy... Az útmunkásoknak vagyok. nagyon nehéz helyzete van. Itt azt tudom javasolni, hogy bár általában a, fel, a ruházat az meleg de ebben az esetben a ruházat, a hosszú fehér fehéring és a sapka, az mégiscsak a hőterhelés csökkenti. A másik fontos dolog a megfelelő minőségű és mennyiségű bevitel. Tehát, hogy az izotóniást legyen, só is legyen benne, és a folyadékot is megkapják, és lehetőleg természetesen amennyiben lehet a legmelegebb órákba kerülni kell a szabadtéri munkavégzést. Közlekedőknek, autósoknak, sofőröknek mire értemes figyelni ebben a nagy melegben? Hát speciális dolgot nem tudok mondani arra, mint mindenki másnak, ha van a gépjárműben, autóban, légkondicionáló, az működjön, és aki tömegközlekedéssel megy, azt azért hangsúlyoznám, hogy úgy induljon el, hogy megfelelő folyadékbevitel történt a buszra vagy a... A villamosra szállás előtt, és ha tudnak, az idősebbek üljenek le. Ilyenkor nagyon gyakran előfordul, hogy leülésből való hirtelen felállásnál a vérnyomás leesik, és az eszméletvesztések egy része ilyenkor következik be. Mondjuk azért az autóklimát érdemes néha kitisztítani, főleg ha gyerek van, én azt mondtam, azért, hogy évi kétszer mondjuk érdemes. Igen. Még egy témánk van. Nyilván ebben az óriási hőségben nagyon sokan akarnak könnyebbséget szerezni maguknak azzal, hogy sok, sok hidegítát fogyasztanak, működtetik a ventilátort vagy a légkondicionálást, de de azért ennek is vannak gondolom veszélyei. Itt mik az optimális, a megfelelő működésnek a, a, az alapelvei? Hát mindenhol az életben a fokozatosság és a mérsékletesség itt is. Nem cél az, hogy amikor kint 39 fok ok van, akkor bent pedig 18 fok legyen. Tehát egy 24-26 fokra beállított klíma az bőven elégséges. Mégis a klíma az egy nagyon jó választás, főleg ha valakinél elérhető otthon, ha nem elérhető, akkor érdemes lehet napközben olyan helyekre menni, ahol van klíma. A ventilátor is nagyon jó lehet otthon a folyamatos működés mellett, hiszen pont a verejtékezés, párologatást és így a, a testnek a megfelelő hőmérsékleten való tartását segíti. Nagyon szépen köszönjük, hogy ellátogatott hozzánk. Én köszönöm a meghívást.